2023. júliusában indult a magyarországi hulladékkoncesziós rendszer, amire mi is, mint a Tepláják Kft. Komoly szerepet vállaltunk a vállalkozóként. Ezzel új irányokat kapott a szakma, és új irányokat szeretnünk volna ezzel mi is megszólítani. Az egyik ilyen új irányzat, amiben gyakorlatilag mi szakmailag, mint társadalmi szerepvállalás, meg mellette úgymond a új üzletágak felépítése, a lakossági hulladék átvételben nyitottunk mi is november 28-ától. Azt reméljük, hogy ezzel az akciónkkal nagyon sokat tudunk segíteni a helyi polgároknak a hulladékgazdálkodás tekintetében, hogy elérhetőek legyünk, le tudják adni nálunk az elektronikai hulladékokat. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy akár a klaviatúrától a kis háztartási gépig, a számítógép, a mosógép, boiler, hűtő, tévék, elromlott eszközök, szerszámok, ezeket mind át tudjuk venni. Annak megfelelően persze, hogy ez milyen szabályozás alá esik, hogy koncesziós, illetve nem koncesziós hulladék, de mind a kettőre várjuk az embereket. Nyitvatartásunk az hétfőtől péntekig tart, reggel 8-tól délután 15-ig vagyunk nyitva, és mindenkit várunk. De még ezzel szintén nem elégedtünk meg, mert szerettük volna azt is, mint a múltban is hangsúlyozni, hogy mégiscsak egy környezetvédelmi cég vagyunk, meg fontosnak tartom a helyi közegben valamifajta szerepállást a vállalkozók részéről, úgyhogy egy akciót kezdeményeztünk Győrűbát önkormányzatával, illetve egy helyi vállalkozóval, Győrűbáti Diszfa iskolának a tulajdonosa. Minden 50. leadó után a cégünk egy fát vásárol a Győrűbáti Diszfa iskolától, ezt majd tavasszal egy akció keretében közösen elültetjük az önkormányzat által megjelölt helyen. És azért is tényleg azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem csak az emberek, hogyha behozzák hozzánk a hulladékhoz, nem csak tesz jót, hogy pénzt keres vele, hanem magáért a környezetbe is lesz egy olyat, hogy megszabadul a hulladéktól, illetve tesz egy plusz lépés, hogy még zöldebb legyen a környezet, és jobbítja ezáltal így az életkörülményeit. Évek óta nagy gond, akkor az emberek otthon retro hulladékja hova tegye? Ide tesszük, oda tesszük, nincs hova tenni. És volt az a lehetőség, hallottuk itt a barátoktól, kollégáktól, hogy a Koroncúter telepen lehet leadni ilyen anyagokat. És felhívtuk telefonon, és akkor szívesen látnának minket. És akkor összeszedtük a családba hűtőt, meg stb. Ilyen apró dolgokat, és akkor elhoztuk ide. És itt az egésznek a lényege, Győrben nem akartuk bevinni, mert mindig sokat kellett várni. Ugye az embereknek az idejük a legkevesebb. És úgy volt, olyan jó volt kijönni, már semmi perc alatt megoldották, nem kellett még rakodnom se, segítettek az emberek itt rakodni minden, és akkor gyorsan megoldottuk. Kedvesek voltak, gyorsan ment, ami a lényeg az embernek. Meg kis apró pénzt is kap az ember, egy nyugdíj mellé.